Már zöld el a kukorica, azon a 264 hektáros területen, ahol idén már öntöző rendszer segítségével biztosítják a vízforrást. Csak nem 6 milliárd forintból épült meg a Hársfa Majori öntözőtelep, amit hivatalosan május 18-án délelőtt adtak át. Az átadó ünnepségen jelen volt Mészáros Lőrinc is, a Talentis Agro Zrt. Igazgatóság elnöke, aki elmondta, hogy 370 vállalatának az egyik zászlós hajója ez a mezőgazdasági vállalatcsoport, hiszen, mint mondta, soha nem sajnálták a forrást az agrárium fejlesztésére. És jelenleg a csoportban, ha befejeznek a beruházások, 8000 hektáron tudunk öntözni. Azt gondolom, ez Magyarországon kiemelkedő méretű terület. A Talentis Agro csoport 45 ezer hektár szántó területen gazdálkodik, Magyarország legnagyobb és kiemelkedő mezőgazdasági vállalatcsoportja. És gondoljanak bele, ebből most 8000 hektárt tudunk öntözni. Én nagyon bízom abban, hogy a következő időszakban ezt meg tudjuk duplázni. Mészáros Lőrinc hozzátette, a csaknem 6 milliárd forintos beruházást részben pályázati forrásból, részben pedig saját tőkéből biztosította a cégcsoport. A vállalatvezető kiemelte, folytatni szeretné a fejlesztéseket a vállalatcsoport, hogy minél nagyobb területen biztosítva legyen az öntözés. A Mészáros csoport azt gondolom ad mindenféle feltételt, anyagi, erkölcsi feltételt, hogy a beruházások növekedjenek, és el tudjuk érni a 20 ezer hektáros öntözött területet. Az átadó ünnepségen Nagy István hangsúlyozta, egyértelmű az, hogy öntözés nélkül nem biztosított a termelés biztonsága. Magyarországon jelen pillanatban a termőterületek 2%-a öntözött. A távlati célunk az, hogy az európai átlagot elérjük, hogy legalább a 8%-át meg tudjuk tenni. Azaz a 87,5 ezer hektárnyi jelenlegi öntözött területből szeretnénk a 400 ezer hektárnyi területet legalább elérni. De azt gondolom, hogy a tavalyi esztendő mindenki számára egészen világosan megmutatta, hogy mekkora kihívások előtt állunk. Hogy egyszerűen ránk rúgta az ajtót a klímaváltozás. Olyan mértékű az éghajlatváltozás, ami ellen föl kell lépnünk, tennünk kell. Nagy István kiemelte, az országban minden adott arra, hogy megfelelően válaszolni tudjanak a kihívásra. Az ünnepélyes szalagátvágás után az öntözőrendszer működését is bemutatták. A Hársfa Majori öntözőtelep a Lébényhanyi főcsatornából kapja az öntözővizet, ahonnan éves szinten mintegy 516 ezer köbmétert tudnak kiemelni. Az öntözött területünk 264 hektár, ez a nettó terület, amit az öntözőgépek be tudnak öntözni. Ez a 264 hektárra körforgó öntöző berendezések, center pivot berendezések vannak telepítve. Ezek naponta 24 óra alatt 8 mm-nyi csapadékot tudnak, vagy öntözővíz normát tudnak kiöntözni. Leggyorsabb körbefordulási ideje ennek az öntözőgépnek 15 óra. Az átadó ünnepségen az agrárminiszter ígéretet tett arra, hogy a jövőben a közös agrárpolitika stratégiai terv keretében lehet majd támogatást igényelni az öntözés fejlesztésére, amire több mint 70 milliárd forintot fordítanak majd.